el a kezekkel a mentálisan sérült polgártársainktól, embertársainktól, hirdettük meg ezt a sajtótájékoztatót azért, mert úgy látjuk, hogy a Fidesz embertelenség próbáját ismét gyakorolja, ugyanis visszaél a mentálisan sérült és beteg emberek bizalmával, és kihasználja őket. Bizonyára ismeretes önök előtt, hogy ma már autista, mentálisan sérült, pszichiátriai beteg embereket is a közfoglalkoztatásba kívánnak bevonni. Igaz, azzal a pikáns különbséggel, hogy még a közmunkás minimálbért sem óhajtják megadni ezeknek az embereknek. Napi 6 órában mindösszesen 27 ezer forintért kívánja a kormány foglalkoztatni őket, miközben ezek az emberek, hogyha majd dolgoznak, ugyanazt a munkát végzik, és a megélhetésük lényegesen többe kerül, mint az egészséges társaiké. Éppen ezért mondtuk azt, hogy el a kezekkel a mentálisan sérült emberektől. A halmozottan hátrányos helyzetű embereket a belügyminisztérium kívánja ebbe a mintaprogramba bevonni, és szeretném idézni önöknek és pontosan fogalmazni, nehogy ebből később valami probléma legyen. Azt mondja a belügyminisztérium szó szerint, foglalkoztathatósági vizsgálat alá fogjuk vetni ezeket az embereket, mert legtöbbjük erőteljesen korlátosan vagy egyáltalán nem foglalkoztatható. Értik? Tehát korlátosan vagy egyáltalán nem foglalkoztatható, ezért a belügyminisztérium 4 megyében emberek százait közmunkára kívánja rendelni. Kíváncsi voltam rá, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyeket ilyen sérült emberek el tudnak végezni. A belügyminisztérium szerint faipari tevékenység, kíváncsian várom, hogy ezek az emberek hogy kezelik az abriktereket, a szalag és körfűrészeket. Kertészeti tevékenység, arra is kíváncsi vagyok, hogy a sövényvágó elektromos vagy benzinmotoros ollókat hogy fogják alkalmazni. És a buszvárok karbantartása. Hogyha ezeket a munkákat kell ezeknek az embereknek végezni, akkor nyilvánvalóan kitűnik belőle, hogy ezt a munkát végzik egyéb iránt a közmunkában foglalkoztatottak is. Csak hogy a közmunkában foglalkoztatottak másfélszer annyi munkabért fognak kapni, mint ezek az emberek. Az is nyilvánvalóan látszik, hogy kudarcot vallott a Fidesz felzárkóztatási programja, annál is inkább, mert a napokban kiderült, hogy eszük ágában sincs visszafizetni az Európai Uniónak azt az 1,3 milliárd forintot, amelyet a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására fordítottak, gyakorlatilag ellopták az egész pénzt, és nyilvánvalóan látszik, hogy a foglalkoztatás ezen a rovaton nem fog bővülni. Most azt a trükköt alkalmazza a Fidesz, hogy bevonják a mentálisan sérült embereket, hogy így javítsák a foglalkoztatási statisztikákat. Szeretnék még egy idézetet elmondani. Azt mondja a Fidesz, hogy a nyomort újratermelő kört akarjuk megszakítani, azért, mert nincs külön út a szegényeknek és a gazdagoknak. Hát én azt látom, hogy nemhogy a kört nem tudják megszakítani, hanem futószalagon gyártják a szegény embereket, és gyakorlatilag ma már közmunkát kínálnak mindenkinek életre halálra. Nincs válogatás. Hogyha ellopták a foglalkoztatásra szánt pénzt, hogyha ellopták az oktatásra és az átképzésre szánt pénzt, akkor az a minimum, hogy Balogh Zoltánnak és Farkas Flóriánnak le kell mondania.